Sziasztok, most a Szeges Shinobival fogok játszani. Nem C64-es és nem konzolos konverzióval, hanem az eredeti arcade verzióval. És azért találom ezt most így ildomosnak, mivel hogy én annak idején csak ezzel játszottam. Soha nem találtam meg gyerekkoromban ugye a különböző konverziókat, így aztán nem foglalkoztam vele, viszont úgy gondolom, hogy az életemben azért egy lábjegyzetet megérdemel ez a játék. Ugyanúgy, mint a Kabal vagy a Teenage Mutant Ninja Turtles, meg az egyéb olyan arcade játékok, amiket annak idején Gazdag Réten, azt hiszem, egy cukrászdában játszottam. Szóval gondoltam, érdemes bemutatni ezt a játékot, szóval íme. Na, a gyakorlatlan szemnek szokatlan, hogy be kell helyezni egy érmét, és igazából ugye nincsen érmény, mert emulálunk. Ez azt jelenti, hogy ugyan nincsen érmény, de egyben végtelen mennyiségű érmény van, szóval igazából valamennyit ez levon a játék értékéből. A pozitívum viszont az egésznek az, hogy végig lehet játszani. És az olyan iszonyatosan béna embereknek, mint amilyen én vagyok, azoknak ez tökéletesen jó dolog. Szóval bedobunk egy érmét, mint a profik, és lenyomjuk a startot. Van egy extra feladatunk minden egyes játék kezdés előtt. Bosszantó! Nagyon bosszantó! Na, három gombos a játékunk, az egyikkel lövöldözünk gyakorlatilag. Ugye shurikeneket dobálunk meg minden. És elvileg van vagy lesz pisztolyunk is, azt nem tudom, hogy hogyan igazából. Az még egyelőre nem teljesen tiszta számomra. Na mindegy, azért haladunk előre. Ugye egyszerűnek tűnik a feladatunk, csak le kell lőni az ellenfeleinket, és nem hagyni, hogy ők ugye eltaláljanak minket, vagy csak egyszerűen megüssenek minket. Igen, és ez eléggé nehezen megy, hogyha idióták vagyunk. A szar az, hogy minden egyes alkalommal, legalábbis ennél a játéknál, ugye újra kell kezdeni az egész pályát. De nem lehet ugye meggazdagodni arcade játékokon, hogyha azok tökéletesen könnyűek. És az igazság, hogy ezeket a pályákat azért nem nehéz végigvinni. Csak retardáltnak kell lenni ahhoz, hogy ne tudjuk végigvinni őket. Igazából nem egy olyan iszonyatosan nehéz dolog. Le kell hajolni akkor, amikor lőnek ránk. Ez olyan kicsit hasonlít a Gum Show-hoz. Ebből a szempontból, hogy le tudunk hajolni csak úgy a lövedékek elől. Ahogy azok szépen lassan közelítenek felénk. Az olyan kényelmes kis dolog. Egyébként pedig teljesen normál, ugye oldalra scrollozós logikával működünk, ugye előre megpróbáljuk kitalálni azt, hogy mi fog a képernyőn következő alkalommal jönni, és opá! És hát így. Ugye próbálunk túlélni. Közben lelőjük a pókembert, nagyon emlékszem egyébként a pókemberre. Mit csinálok? Okay. Ezt a marhaságot. Jó van, behelyezünk még egy érmét. Mivel hogy ez a végtelenségig eltarthat, ezért úgy döntöttem, hogy nagyjából addig a pályáig fogok játszani, amit ismerek az arcade-ból. A többinek a felfedezését, mint eddig is rátok hagyom, igazából nem egy olyan iszonyatosan nehéz, bonyolult játék ez, meg nem olyan nehéz igazából az emulátort működtetni, hogyha nagyon akarjátok. Kicsit intenzíven kell azért pötyögni, szóval. Az összes ilyen arcade játék gyakorlatilag egy emulátor módban nagyon egyszerűvé válik. Vagy legalábbis nagyon könnyen kezelhetővé.
Főleg, hogyha azt veszük figyelembe, hogy ugye ezeket a játékokat úgy írták, hogy van egy ilyen fedélzeti joystick gombokkal, meg minden ilyesmivel. De ahhoz képest egy kontroller még egy egészen kezelhetővé teszi a dolgot. Itt az első boss fightunk viszont. Az egyetlen boss fight, amit ténylegesen túljutottam, ugye annak idején gyerekkoromban. Mára mennyi pénzt ebbe beleöltem, olyan sokat azért nem. Azért jutottam el, csak nagyon rövid. Hoppá, 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 áááá! Neeeeee! De ennek viszonylag egyszerű ugye a megoldása. Fel kell ugrani és lefelé zuhanás közben kell eltalálni a kis szamurájunknak a fejét. Kicsit ilyen zúzós a figura. Mármint a Teenage Technicsokból úgy néz ki, mint egy ilyen... átlagos ilyen szamuráj karakter, ilyen óriás szamuráj karakter. Igazából az az érdekes a Teenage Technicsokban és a zúzóban, hogy, hogy a zúzó mennyire egy ilyen teljesen átlagos japán boss karakternek néz ki. Szinte mindenhol egy japán játékokban felbukkan egy ilyen benga nagy szamuráj. Egy ilyen oni karakter. Azaz. Mission 1 finished. Welcome to bonus day. Túljutottunk. És ugye a leglátványosabb része ennek a játéknak, egyik élvezetes ugye kis hangulat csinálója igazából, egy rakás dobócsillagot kell szórnunk, és hát meg kell próbálnunk ugye végigvinnünk ezt a bónusz pályát úgy, hogy hogy nem ugrik az arcunkba egyetlen egy ninja se. Ez nekem eddig igazából soha nem sikerült, és valószínűleg nem is fog. Annyit sajnos nem segít. Ezt nem tudom, hogy ezzel mit csináljak egyébként. Ez a fickó ez fekszik gyakorlatilag, és az egyetlen dolog, amit tudok csinálni, az, hogy a bónusz támadásomat használom, ugye a harmadik gombos támadásomat. Ez egy három gombos árkád, én legalábbis úgy emlékszem rá, és ugye az ugrás... Apá! Az ugrás, a lövés. És ez a bónusz támadás az összes, amit lehet igazából csinálni. Na és most jutunk el oda. Ami gyakorlatilag gyerekkoromban a végjáték volt. És az azért van, mert itt felbukkannak ezek a zöld ninják, és azok a zöld ninják rohadtul idegesítőek, ugye egyszer nem elég eltalálni őket, az az egyik. Ugye képesek megvédeni magukat, az a másik. És néha olyan meglepetésszerűen bukkannak fel, szóval valahogy meg kell tanulni egy kicsit tartani a távolságot, viszont hogyha nagyon rájuk fókuszálunk, hogyha nagyon ilyen anti-ninja módba állunk be, akkor igazából a többi ellenfél tud megtéveszteni minket a saját kis ilyen lövöldözős támadásával, szóval ezekkel mindig vigyázni kell. Igazából a ninjáknak az ellenszere az, hogy nem vesszük őket komolyan. Nem tudom, hogy ez mennyire jó tanács, de... Nagyjából ennyit tudtam kiszűrni igazából az eddigi játékaim során, ugye ezzel a játékkal. Ez az. Na, most akart, így sutyomba eltalálni a zöld ninja.
És az a baj, hogy nem csak zöld ninják vannak itt, hanem egyéb más színű ninják is, amik ugyanolyan idegesítőek, mint a zöldek. Mindig lehet följebb jutni, szóval keresni kell azt a magaslatot, ahonnan följebb ugorhatunk. Szerintem ez lesz az. Igen, itt egy kék ninja. Ez a kék ninja annyira bosszantó, hogy tényleg elfelejtjük a többit, hogy egyáltalán ott van. Összes többi karaktert, Nesze. Azaz. Egész jó hallom. Jaj, ne. Azaz. Ne. Két izé. Jó van, oké. Be. Azaz. Mégis csak túljutottunk ezzel a pályán. Na, azért tényleg valami pluszt jelent az, hogy egyrészt ugye bedobálhatjuk az új érméket, az az egyik, a másik pedig az, hogy ugye a kontroller az jelent valami. Opa! Nem, itt nem hagyjuk abba. Nem, most jutottam erre a pályára, azt hiszem először. Ezek a béka emberek is szeretesek. Szamuráj kardos béka emberek, ez a legszebb az egészben. Nagyon kreatív. Viszont azt hiszem, hogy a vízbe... Apá. Ó, a franc. Szóval úgy tűnik, hogy a vízbe ugorva igazából nem esik bajunk. Szóval nagyon nem fogunk tőle félni. És úgy tűnik, hogy van egy ilyen árnyék. Igen. Erről van szó. Na, még egy ninjat is hívtottunk. És hogyha látjuk azt az árnyékot abban a vízben, akkor számítani kell arra, hogy meg fognak minket támadni a béka emberek. Sőt, hogyha még egy csobbanás is van, akkor egy másodikra is lehet számítani. Azaz. Jó van, volt még egy. Nem! És nem figyelek, nem. Most már rájöttem erre a pályára, most már muszáj végigjátszani. Jaj, nem! Ez az. Ez mi volt? Ráugrottam a béka emberre, és akkor úgy tűnik, hogy nem sebződtem meg. Túlságosan is élvezem ezt. Viszont nem akarom nagyon kihasználni ugye a végtelen coinnak a... előnyeit. Szóval most ez az utolsó érmém, oké? Tegyünk úgy, mintha nem lennék gazdag gyerek. Nem is vagyok az. Oké, akkor nem lesz nehéz úgy tenni. Ez az. És akkor tovább jutottunk, és túljutottunk ezen a pályán. Szuper! És mi lehet a következő? Egy boss fight? Azt hiszem egy boss fight lesz. Yeah! És megint csak a kivilágított részt kell támadni. Nesze! Azaz! Na, ez nem volt egy nehéz valami. Mission 2. És ezzel is túljutottuk, oké. Ó, megint egy ilyen dobócsillagos. Ja, az jó. Oké, még egy ilyet. Na, vészesen közel jutottak. Az nem jó. Az nem örülünk neki. Az volt ennek a játéknak egyébként egy nagy vonzerei, és csak azért emlékszem igazából rá, mert tök átlagos egyébként ez a játék. Azon kívül persze, hogy olyan sok japán játékkal, vagy japán eredeti játékkal nem igazán játszottam.
Az egyik nagy vonzereje az volt, hogy gyakorlatilag az a bónuszpálya volt, amikor ilyen iszonyatos gyorsan jöttek az ellenfelek, és amikor az arcomba ugrottak, akkor egy ilyen teljes képernyős ninja jelent meg, szóval egyáltalán nem volt elaprózva a dolog, és számomra ez iszonyatosan látványos volt, hogy csak így beleugrik egy ilyen az arcomba. És azt nagyon komáltam annak idején. Nem is nagyon emlékszem, igazából olyan érdekes... Hoppá! Na. Olyan érdekes dolog ez, hogy annak idején nem is nagyon emlékszem, hogy ilyen iszonyatosan sok lövöldözős játékkal játszottam volna, ami egy... Talán így iszonyatos furcsa dolog ezt így kimondani, mert tényleg nem nagyon... Én annak idején nagyon sokat játszottam például az International Karatéval, vagy az International Soccerrel, vagy többnyire sportjátékokkal, illetve olyan arcade játékokkal, amikben igazából nem volt nagyon benne a lövöldözés. Igen, a Gumshoe-val játszottam, azt nagyon szerettem, és ez valahogy egyébként nagyon hasonlít a Gumshoe-hoz. És olyan sok, bocsánat a szünetért, szóval olyan sok lövöldözős játékkal nem játszottam. Mindig volt valamilyen verekedős játék, vagy sportjáték, vagy ilyen arcade játék, de a Gumshoe-n kívül, talán a Turrican 2-n kívül, és... Nem nagyon emlékszem, a kommandón kívül, a kommandóval még. A shoot'em-up-ok voltak igazából zömében azok a játékok, amik ilyen lövöldözősek voltak, szóval számomra ez a ninjás akció akármi, ez egy teljesen új dolog volt, ez a... gyakorlatilag keverve van egy kicsit a ninjás akció, meg a lövöldözős játék, az egy kicsit furcsa volt számomra annó. Úgy tűnik, hogy ezeket egy fekvő ellenfeleket képes vagyok likvidálni, mégpedig úgy, hogy rájuk ugrok. Egyszerűen, nagyon egyszerűen. De most megjelent egy ninja. Úgy tűnik, hogy minden egyes alkalom, amikor nagyon inaktív vagyok és csak föllekóvágok, akkor megjelenik egy ninja. Ó, ne! Jó, nem fogok úgy tenni, mint hogyha lenne még egy érmém, mert az nem reális, az nem reális. Szóval ezen a ponton szerintem abba hagyom ezt a játékot. Mint mondtam, nem egy nagyon, nem egy olyan játék, ami iszonyatosan kitűnik ugye a palettából, viszont nekem annak idején egy kuriózum volt. Ugye, már csak azért is, mert nekem olyan játékaim nem igazán voltak, amik ezt a fajta, ugye, akció irányzatot követték. És hát, igen. Szóval ez volt a Shinobi. Nagyon szeretnék a továbbiakban vele játszani, de valószínűleg úgy fog megtörténni az, hogy ugye megépítek magamnak egy arcade szekrényt, és akkor normális környezetben fogom emulálni, mert igazából nekem annyira nem érdekes, hogyha kontrollerrel játszom azt a játékot, akkor úgy tűnik, mintha csak egy normál, nem tudom, SNES-es vagy Mega Drive-os játék lenne, és az annyira úgy nem vonzó számomra, hogyha van egy arcade verzió, akkor inkább az arcade verzióval játszanék, szóval. De
Aki szeretne ezzel a játékkal játszani, annak ajánlom a mém emulátort és ezt a hozzá tartozó sinabi romot, mert egyébként nem egy rossz élménybe biztos, hogy nem egy rossz játék. Szóval, elég sokat beszéltem. Like, dislike, komment odalent. Sziasztok!